Krisztusban, kedves testvérek! Ugye vízkereszt utáni vasárnapunk van, és ez a vízkereszt utáni vasárnap egy kicsit olyan, mintha a visszhangja lenne ennek az ünnepnek, amikor János föllépett a világban, és elkezdte hirdetni a messiásnak az érkezését, akkor ez volt számára az ő hirdetésében és tanításában a legfontosabb mondat. Azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. És amikor Jézus föllép a világban, megjelenik a Jordánban, aztán elmegy ide, Kafarnaumba, a pogány vidékre, a pogányok Galileájába, akkor Jézus a tanítását ugyanazzal kezdi, amit korábban már belekiáltott János a világba. Szó szerint ugyanazt mondja, tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. És az emberek ott nem is nagyon tudták talán, sokan keresztelő Jánost gondolták a messiásnak, és ráadásul mind a ketten ugyanazt mondták, azért ez nekik talán egy fontos dilemma volt, hogy akkor most hogyan is állunk mi Jánossal szemben, és hogyan is állunk ezzel a Jézussal szemben. De aztán elég hamar rájöttek azért erre a különbségre, és úgy gondolom, hogy nekünk sem mindegy. Bár ugyanazt mondja két ember, de nekünk sem mindegy, hogy ki az, aki nekünk mond valamit. Főleg, hogyha életünket érintő súlyos dolgokat mond valaki, ami változást kell, hogy előhozzon a hallgatónak az életében, azért nagyon nem mindegy, hogy ki mondja ezt nekünk. Lehet egy érdekes ember, lehet egy tudós, lehet egy barát, lehet egy ellenség, és egészen másként értjük egy barátnak a szavát, és egészen mást érzünk, vagy értjük egy ellenségnek a szavát. Így nekünk ez egy nagyon fontos mozzanat, egy nagyon fontos változás, nem csak egy a proféták közül. Krisztus előtt sok proféta élt a világban, akik mind beszéltek arról, hogy a messiás egyszer elérkezik ebbe a világba, és ott az emberek csak bűnbánat által fognak tudni az ő országába lépni. Sokan voltak, sokan hirdették. Keresztelő János is a profétáknak a beteljesülése volt, ő egészen közel állt Jézushoz, de mégsem Jézus volt. Nekünk nagyon fontos változás az, hogy Jézus belép ebbe a világba, és azt mondja, hogy na most. Tehát Krisztus egész fiatalságában készült, a proféták erről jövendőltek, keresztelő János próbálta az embereket felébreszteni, hogy amikor jön a messiás, akkor észrevegyék, felismerjék, hogy készek legyenek a változásra és a bűnbánatra. És Krisztus most belép, tehát ez az egész Krisztus eseménynek az egyik legfontosabb mozzanata. Nyilván a húsvét, meg a halál, meg a feltámadás minden felülír, ami egy egyházi évben történik, de Krisztus azt mondja, hogy most. A sok készület után, a zsidóknak a több száz éves, vagy majdnem 2000 éves várakozása után, Krisztus azt mondja, hogy most elindul. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van. Amikor Krisztus erről beszél, akkor tulajdonképpen az ő megjelenése, mint Isten fiának a megjelenése miatt, azt is mondhatná, egy másik helyen mondja is, hogy elérkezett. Tehát nem közel van, nem készülünk, elérkezett. Ahol Krisztus megjelenik, oda elérkezett az Isten országa. Ez életünknek az egyik legfontosabb kihívása. Hogy be tud-e lépni Jézus a maga életével, isteni életével, a maga erkölcsi rendjével, beengedem-e, be tud-e lépni az életembe, hogy ott elindítsa azt a változást, ami engem jobb emberré tesz, ami készen tesz engem arra, hogy az örök életnek, az örök boldogságnak a nyertese legyek. Ez a krisztusi igény megmutatkozik Jézusnak az egész földi életében. Hogy az emberek változzanak meg, ő először csak a zsidókat akarta visszahozni ebből az elroncsolódott, összetört törvénykezési rendszerből, vissza akarta hozni a szeretete által az isteni életbe. Sok sikere volt, sok kudarca volt. Én úgy gondolom, hogy nekünk már nem annyira a történelemnek, meg az Ószövetségnek a változásaink kell tipródni, nem is talán Jézus földi élete az, ami újra és újra átgondolást igényel, hanem az igényel újra és újra átgondolást, hogy én beengedem-e és hajlandó vagyok-e változni. Krisztus nem mondott sokat a jövőről. Ő nem jósolgatta a jövőt. Sokan kérdezgették erről, hogy akkor hogy lesz, meg hogy jössz el, meg hogy lesz a világ vége. Krisztus nem bocsátkozott nagyon bele abba, hogy a jövőről sok mindent eláruljon.
Krisztus sokkal inkább azt mondta, hogy itt és most. Tehát én is töprenghetek arról, hogy mi lesz velem holnap, mi lesz velem a jövő héten, mi lesz velem a jövő évben, meddig tart a földi pályám, sokféle terve, sokféle töprengése van ennek az ember. Sok örömet látunk kibontakozni az életünkben, meg sok bajt is látunk. És így, mintha Krisztus nem ezt akarná az embertől. Akkor ez a majd holnap lelkület, ez úgy gondolom, hogy sok mindent elvesz ebből a világból és a mi életünkből is. Krisztus azt mondja, hogy itt és most. Nem tudhatod, hogy a holnap rád virad-e, nem tudhatod, hogy lesz-e elég időd arra, hogy minőségileg jobb életet éljél, hogy kibontakozzanak a terveid úgy, hogy ez magad és mások örömére is megvalósult dolgok legyenek. Nem tudhatod. Itt és most. Krisztus, amikor ezen a világon élt, akkor tudta, hogy neki akkor itt és most kell szeretni. Itt és most kell átölelni embereket, akiknek össze van törve az élete. Nem sokat vándorolt egész földi életében, de elment a zsidók szentvárosába, elment a pogányok Galileájába is. Krisztus azt érezte, hogy itt és most. Ez a lelkület az, ami áthathatja a mi életünket, és az embernek már is kibontakoznak, kinyílnak az életében olyan dolgok, amelyek eddig talán évek óta, vagy évtizedek óta halogatott az életében. Egyszer bele kell szeretni Krisztusba. És aki beleszeret igazán Krisztusba, az tudja, hogy a szeretet miatt az ember nagyon sok változásra képes. Hogy jobb életünk legyen, hogy jobb családi kapcsolataink legyenek, hogy jobb barátságaink legyen, jobb egyházunk legyen, jobb világunk legyen. Minden, ami jóság felé halad ebben a világban, az valahol Krisztusból származik. Azt mondja Krisztus egyszer, hogy én vagyok a világ világossága. Úgy gondolom, hogy ez a világosság egy másik ilyen nagyon, nagyon kulcs szó Krisztusnak a tanításában is, a mi életünkben is. Nem csak azért, mert tél van, és szürkeség van, meg smog van, meg amúgy is olyan nehéz már nekünk ez a rövid nappal és hosszú sötét éjszakák. Valahol ez a belső világosság azért Krisztusban elindul ebben a világban, és én úgy gondolom, hogy akárhogy is változik a világ körülöttünk, azért Krisztus világossága szépen lassan bontakozik. Szóval amikor nehéz a világ körülöttünk, akkor egyre tisztábban látjuk azt, hogy valami a gonosztól való, és egyre tisztábban látjuk azt, hogy mi az, ami Jézustól való. Szóval sok homály, sok ködösség van a világban, de amikor a világ ilyen intenzív változásokat él meg körülöttünk, akkor egészen jól lehet látni, hogy mi az, ami az ördögtől való, és mi az, ami Krisztustól való. Ez egy világosabb látás. Krisztus ezért dolgozott egész életében, hogy világosságot hozzon. Ugye ez a világosságnak a kibontakozása, ez egy hosszú folyamat. Nem hiszek abban, hogy az ember az egyik napról a másikra megvilágosodik. Nagy megtéréseink, nagy újjászületéseink talán vannak életünk során, egy-egy pillanat, amikor nagyot fordul velünk az élet, én ebben a folyamatokban jobban hiszek. Krisztusnak az életében a világosság ebben a folyamatban kezdett kibontakozni. Ugye egy kicsit világossábbá vált az Istennek az érkezése a proféták szava által. Az még egészen csak egy pislákoló dolog volt. Ez a világosság jelenik meg a betlehemi fényben néhány ember számára. Ez a világosság jelenik meg sokkal nagyobb erővel Krisztusnak az életében, amikor Krisztus kiáll János elé a Jordánba és megkeresztelkedik. A világosság megjelenik azáltal, hogy megjelenik a Szent Háromság. Az Atya szól, a Szentlélek galamb képében leszáll, a Fiú meg ott áll a Jordánban, felvéve Jánosnak a keresztségét. Ez már a világosságnak egy növekedése. És ez a világosság indul el, Jézusnak a Jordánból kijön, onnantól kezdve még a gonosz lélek számára is a világosság lesz az uralkodó, mert a pusztában hiába próbálkozik háromszor is megkísérteni, megnyerni magának Krisztus, nem sikerül. Krisztus visszajön a pusztából, és elkezd tanítani, azt mondja, hogy tartsatok bűnbánatot, mert közel van, vagy elérkezett velem, bennem az Isten országa. És ennek a krisztusi életnek, a világosságnak, a növekedésének a csúcsa lesz az, amikor mindent eláraszt, sok küszködés, sok fájdalom, sok szenvedés után a feltámadásnak a fénye. Ez a mi életünk ebben az egyházi évben, ez ennek a legfontosabb szakata. Karácsonytól Pünkösdig. A karácsonyi fény, a jordáni világosság, a feltámadásnak a fénye, a Szentlélek, amikor beteljesíti, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy a változások azok ne múló dolgok legyenek, hanem életünk meghatározó döntései.
Erre a világosságra magadban is nagyon figyelni kell. Annyi kihívása van a személyes életünknek, és annyi bonyolult történet ér el bennünket a világnak a változásaiból, hogy nagyon nehéz az embernek ezt a belső világosságot megnyerni is, meg hordozni is. Hogy ne essen össze az életünk, hogy ne legyen tele a világossággal szemben a homályosság, a sötétség, a szomorkodás és a búslakodás. Ezt a fényt Krisztus adja, és úgy gondolom, hogy ő mindig készen áll arra, hogy az ember erről a belső világossággal éljen, hogy meg tudja különböztetni életében, hogy mi az a jó és mi az a rossz. Hogy miben kell nekem részt venni ezen a világon, és miben nem kell részt venni, még akkor sem kell részt venni, hogy ez számomra bármilyen veszteséget jelent. Kivéve persze az erkölcsi veszteségeket, mert erkölcsileg nem akarunk veszíteni ebben a világban. Úgy gondolom, hogy ha Krisztussal halad az életem, ebben a karácsonytól pünkösdig tartó időszakban, akkor erősebb lesz bennem a világosság. És olyan változások jönnek elő az életemben, amelyek alapján érzem, hogy nekem most jobb életem van, mint tegnap volt, és érzem, hogy ha ezen a folyamaton Krisztussal együtt élem ezeket a történelmi életének a szakaszait, akkor bennem a holnap is jobb lesz. Tudom, hogy nekem holnap is jobb életem lehet. Krisztusnak ebben a szóban, ugye, ebben a történetben ott van, hogy Krisztus elmegy a pogányok Galileájába. A legnagyobb erkölcsi fertőben élő Galileába. És ott is azt mondja, hogy világosság támad, mert Jézus oda költözött. Hogyha Jézus az én életembe beköltözik, akkor ott is világosság támad. Ez azt is jelenti, hogy Krisztus a leglehetetlenebb helyzetekbe, a legrosszabb erkölcsi helyzetekbe is be tud lépni, ahogy Galileába lépett. És ott világosság támadt. Ahol Krisztus megjelenik, ott világosság van. Ez azt is jelenti, hogy nincs elromlott élet. Amíg nekünk az Isten megadja az egyik napot a másik után, mindig tudnunk kell, hogy nincs ilyen, hogy mindennek vége. Hogy összetört, hogy nem megy, hogy kifordultam, tönkrementem, nem szeretnek, nem szeretek, tele van az életem kudarccal és sikertelenséggel. Nincs ilyen, olyan, hogy vége van, és nem megy tovább, és nincs jövő, és nincs holnap, és nincs remény. Ez Krisztus óta nem létezik. Ha ő kereste a legelromlottabb életet egy emberben, és felemelte a bűneiből, ha ő kereste és elment a pogányok Galileájába, ahol neki nagy kihívás volt az élet, nagy kihívás volt ebben az erkölcsi rendetlenségben megszólalni az Isten erkölcsei alapján, de mégis, mivel ezt teszi Krisztus, ezért nekünk visszaad minden reményt az életünkbe. Nincs elromlott élet. Krisztusnak ez nincs benne ebben az evangéliumi szakaszban, de tudjuk, hogy amikor Jézus megjelenik a világban és elkezd működni, akkor Krisztusnak ez beletelt legalább 35 évébe. Hogy növekedjen, hogy érlelődjön, hogy azt a bölcsességet, amit nyilván a saját isteni természetében hordott emberekhez elérő módon tudja közvetíteni, Krisztusnak fel kellett készülnie, és aztán tudjuk, hogy Krisztus nem 33 évig, hanem közel 40 éves volt, amikor a kereszten meghal. Ez azt jelenti, hogy Krisztusnak legalább 35 évébe került, hogy az életében a legnagyobb döntéseket jól meg tudja hozni. Azt gondolom, ez a 30 körüli, vagy 40-hez közeli élet azért a mi életünkben is egy fontos változás. Ahol az ember már olyan döntéseket hoz, és olyan alapokat rak le magában, nyilván a hozott évek és évtizedeknek a növekedése alapján, olyan döntéseket és olyan alapokat rak le az életében, amire azt tudja mondani, hogy az egész hátralévő életemet ezek az általam megfontolt és eldöntött alapok alapján fognak működni. Az egész hátralévő életem. Krisztus ezzel a 35 évvel, amit élt ezen a világon, ezzel készen állt. Itt az a kérdés, hogy te hány éves vagy, és készen állsz-e? Amikor 30 éves vagy, akkor már úgy érzed, hogy készen állsz-e. Ha Istenhez most kellene visszalépni, és elszámolni azzal, hogy az életemben mit találtam meg értékként, és mit hagytam ki, mert tudtam, hogy ez rossz, hogyan tudnám elszámolni az életemet? És ha már kétszer 30 vagy, vagy már közel 3-szor 30 éves vagy, akkor érzed-e, hogy ma sokkal közelebb vagy, mint ahogy voltál 20 évesen, vagy akár 30 évesen. Ez a folyamat, amit Krisztus elindít egy emberben, ez nem állhat meg.
Az a kérdés, hogy, milyen alapokat találsz az életedben 30-35 évesen, meg 60 évesen, vagy 90 évesen. Az a kérdés, hogy minden világi küzdelem, amit elvégeztünk egész életünkben, a tanulásunk, a művelődésünk, az okosságunk, a sok munka, a sok törekvés arra, hogy jó életem legyen nekem, vagy a rám bízottaknak, a tanítványaimnak, vagy a családomnak, hogy ezek mellett vajon a hitem is haladt-e, vagy megállt a hitem azon a 10 éves szinten, amikor talán első áldozó voltam. Amikor megtanultam, hogy imádkozni, templomba járni, szentségekhez járulni kell. És minden más kihívásában az életemnek megpróbáltam nagyon sok mindent elintézni, megtenni jó szándékkal, jó akarattal, jó erőkkel, de a hitem meg ott maradt ezen a 10 éves szinten. Egyszer gondold át, hogy mit gondoltál 20 évvel ezelőtt az Istenről, Jézusnak a létezéséről, hogy mi között van a Szentlélekhez, hogy milyen változásaid voltak az elmúlt években vagy évtizedben, gondold át, hogy mi volt akkor és mi van ma. Hogy a hited miatt, a lelki életed miatt tervezel-e dolgokat holnap másként tenni. Mert az embernek a teste úgyis kiköveteli azt, ami egy testnek kell. Az ember, ha 3 napig éhezik, utána már semmi más nem tud gondolni, csak arra, hogy éhes vagyok. A testem kiköveteli, és a lelkem? Az a nagy veszély, és a gonosz lélek ezen dolgozik, hogy az ember hetekig, hónapokig, sokszor évekig észre se veszi, hogy az élete tulajdonképpen rossz irányba tart. Hogy előveszi sokszor a kétség, a szomorúság, a tehetetlenség, jön a világnak a rossz változása, mi lesz velem, mi lesz a gyerekeim, az unokám, tele van az életem kérdésekkel és terhekkel, és hagyom, hogy a világossággal szemben ez az elborult sötétség legyen az uralkodó. Gondold át, és vedd észre, hogy az életednek jó változásai történnek-e, vagy rossz változásai. Tudom, hogy az Isten mindig készen áll, hogy bennem a sötétséget világossá változtassa. Ha Jézusnak ez ilyen fontos volt az életében akkor úgy gondolom, hogy Jézusnak pont ilyen fontos ügy ma is, a te életedben és az én életemben. Hogy ezek a folyamatok, ezek jobb irányba menjenek, és jó gyümölcsöket teremjenek. Ez most újraindul. Ez a karácsonytól pünkösdig tartó időszakban újraindul. Lehet, hogy már 5-ször indult újra, lehet, hogy a te életedben már 35-ször, vagy 85-ször indult újra, de ez most újraindul. És amíg az Isten felvirasztja az egyik napot a másik után, addig mindig van esély. Ahol Jézus van, ott van az Isten országa. Ha az én életemben Jézus van, akkor az én életemben is ott van Isten országa. Kellenek ilyen jelek az életedben. Kell egy kereszt az ajtó fölé, ahol kimész a házból, hogy föltekints és azt mondod, hogy ma is veled, Uram. Kell egy ikon az ágyad fölé, hogy este is tudjad, hogy ma is veled voltam, Uram. Kell valami az életedben. Ilyenek vagyunk, vizuálisak vagyunk. Könnyű ezt mondani, hogy Jézus az én életemben van, de hogyan? Ennek vannak ilyen gyakorlati, meg praktikus dolgai is. Kell, hogy valamilyen módon Jézus minden nap meghívjam az életembe. Ezekkel a jelekkel, az evangéliummal, ami nem a könyvem porosodik, hanem az ágyam mellett van azért, hogy reggel vagy este egy fejezetet elolvassak Jézusnak a hozzám intézett beszédéből, kellenek ilyen jelek. Ezek a jelek segítenek nekünk abban, hogy Jézus jobban ott legyen az életünkben. És ahol Jézus van, ott van az Isten országa, ott van Isten országának a világossága. Egy összekeveredett világban élünk, nagyon fontos kapaszkodó nekünk az, hogy Krisztus jobban benne legyen a hétköznapi életünkben. Hiszem, hogy Krisztus erősebb a világ minden rossz változásánál, és Krisztus világossága az sokkal fényesebb világosság, mint a világ kincseinek az összes ragyogása. Ha ezt beengedjük az életünkben, akkor úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Úgy kell élnünk ezt az életet, ami keresztény életünket, hogy a tőlünk kisebbek, a gyerekeim vagy az unokáim, az én életemnek a minőség által megkívánják, hogy Krisztushoz tartozzanak. Sokat sírunk és panaszkodunk, hogy a gyerekeink nem úgy élnek, ahogy neveltük őket. Vajon megkívánták-e az én életemet, az én hitemet, az én vallásosságomat? Úgy kell élnünk Krisztus világosságával ezen a világon, hogy ez kívánatos legyen mások számára, hogy talán mi általunk, vagy mi, a mi példánk által is közelebb jussanak Isten országához. Isten készen áll, a kérdés, hogy mi készen állunk-e. Adjon nekünk az Isten sok világosságot, sok bölcsességet azért,
hogy a megvilágosodott életünkben jobb és boldogabb életünk legyen ezen a világon, és jobban készen legyünk, és egy sokkal boldogabb életünk lehessen az Isten országában. Amen.